Sziasztok! Zozóka vagyok, folytatom a Witcher 3 végigjátszást. És biza, még mindig akkor mellékküldetésezünk. És biza, lehet, hogy kisfogytam belőle. Ezért majd fel kell venni újat. De mielőtt még elkezdenénk játszani, van egy mondani valóm számotokra, hogy ez a videó, ha minden igaz, vasárnap kerül föl, jövő héten, tehát azután következő héten akkor nem lesz videó, és nagyon valószínű, hogy azután a következő héten sem lesz videó, ha bár ott lehet, hogy akkor föl fog cseppregni mondjuk egy darab videó, jó? Magántermészetű probléma is. Nem fogok tudni most foglalkozni a videózással, illetve jövő héten fel se tudok tölteni és el se tudom indítani. Na, viszont akkor megnézzük azt, hogy van-e esetleg valamilyen küldetésünk a fő küldetéseken kívül. Ez a küldi, ha jól tudom, ez Skellige-re vonatkozik. A Witcher azért él, hogy szörnyeket öljön, amiben fegyverzett a blablabla. Nézzük meg! Mert, hát ha tévedek, ami ugye elég sűrűn elő szokott fordulni. Nézzünk meg akkor, nem, bocsánat. Nézzünk meg akkor egy térképet. Hogy hova is kéne nekem menni? Akkor még távolabb. Aha! Ott lesz. Akkor valamilyen szinten jól emlékeztem én. Ott is mutatja. Skellige-re még nem akarok menni akkor annyira. Akkor lehet, hogy ténylegesen az lesz, hogy fölveszek valami küldetést gyorsan. Komoly tétek. Ezek mind... mind nagyok is. Akkor viszont fiúk, lányok. Megnézzük azt, hogy a világ térképen, és hát itt ezen a régión belül, van-e valahol felkiáltója? Ha van, akkor gyorsan odaugrok. Ó, ott is van, voilà. Tehát ez nem Novigrád, hanem Oxenfurt. És megnézzük azt, hogy akkor ott milyen mellékküldetések érhetők el. És hát igen, kellene foglalkozni a kérdőjeles helyekkel is. Ó, azt nem tudom. Az a baj, tudjátok, hogy az nagyon sok idő. Az nagyon sok idő. Tehát itt Oxenfurdban biztos, hogy van. Küldi. Azt megnézzük, fölveszem, ha... nem tetszik, valami oknál fogva, akkor meg megnézek egy másik küldetést. Utána... hát aztán utána meglemélem, hogy lesz. Találok olyan jó küldetést, amit megcsináltuk most. Igen, igen, igen. Jó sokáig nem vettem föl küldetést, és hát most az a helyzet állt elő, hogy... igaz, hogy van nálam küldetés, csak ugye... a szintem az nem elég hozzá. És hát azért ilyen piros jelzésűeknek nem szeretnék belevágni, mert hiszek a játéknak, hogy bizaebb az ilyen küldetésekből beletörik a bicskám, vagy bármi is. Na nézzük. Kettő is van, ha jól látom, vagy talán három is, mert az is, ez kis pecsétesek. Ó! Na, akkor ezt nem most olvasom el, hanem fölveszem. Ezt is fölveszem, mert majd gwentezek. Lehet, hogy viszont ezzel a fogadóssal is gwenteztem. Mert itt Oxenfurtban, itt a főterén gwenteztem valami fogadóssal. Na mindegy. Azt mondja, hogy a legjobb cipő készítő. Oké. Okay. Figyelmeztetés, az az egyén, aki a város falra radi. Király úgy jár, mint az apja feladott résnál, haladik, hogy jelentkezzen. A legközelebbi katona jelentkezte, ez aranyos, ez nagyon jó. Jól van.
Ez aranyos volt. Valószínűleg tartom, hogy jelentkezni fog. Igen, tehát itt biztos, hogy Gwent-eztem egy a fogadóssal. De majd megnézzük. Na, berakja mindet nekem szépen, szépen, szépen. Ennyi, meg egy Bambi, oké, okay, és akkor nem, bocsánat, kapkodok. Remélem... Huhu, ezek nagyon alacsony szintűek. Ó, azt a mindenit. Lehet, hogy igen, tehát lehet, hogy azért csak föl kellett volna vennem ezeket a küldetéseket, itt jártam bankeltemben, mert most ezeket megcsinálni, hát ezek meg most nagyon alacsonyak. Ah, nem volt jó ötlet az, hogy... Csak az a baj, hogy túl sok küldetésem volt, azt tudom. Na jó, akkor nézz körül a környéken. Nem csak a tapasztalati pont miatt természetesen érdemes csinálni egy küldetést, tehát hogy oké, okay, ilyen alacsony szintű küldetés, fogok érte kapni szerintem egy tapasztalati pontot, durván, hanem ugye azért is, hogy hát ha valami jó, aha, hát ha valami jó kis küldink lesz, mi lenne, ha uszikálnék egyet, vagy legalábbis ide mennék, nézzétek, ott van egy hajó. Útszakaszpont elhelyezése, és akkor úgy. Mert ha már így egy kicsit bénáztam, akkor egy kicsit le is rövidítem ezt a utazást. És talán így egy kicsit kiküszörülöm a csorbát. Tényleg, hogy most így kifogtunk a küldetésekből. És mindig nagyon... Aj, de imádok harangolni. Beszélgessünk a kis fiúval? Mi zárulózik? Ezt már láttam. Ezt már láttam, te kis hamis. Nem pont tőle, de mintha már ilyenre... Ilyet már mondtak volna nekem. Mészáros leszek, ha felnövök. Hát amúgy... Amúgy nem rossz. Nem? Na. Gondolom mészáros munka. Hús van elég mindig. Nem tudom, hogy a mészáros le is öli az állatokat? Jó, oké. Messziről nem látszott, hogy ott nem tudok átmenni, csak a térképen láttam. Jobb felső sarokban mindig térképen, hogy az úgy nem lesz igazán jó. Hopp! Itt is jó. Nézz körül a környéken, és valami hang után fogunk nyomozni. De ne már! Hagyjuk el a kormányrudat. Oké. Felszerelés? Nem hiszem, hogy lenne valami nagyon jó. Hol van a... összehasonlítás? Ugye pénzben sokkal kisebb. Ez is macska kard. Szerintem én ezt már néztem valahogy. Lehet, hogy azért nem tetszett nekem, mert hogy egy követ tudok csak belerakni. Árgyel, vérzésokozás... Sebzésben ugye sokkal-sokkal jobb. Francse tudja. Most nem akarok ezzel foglalkozni, bocs. Játszani akarok most a játékkal. Jó pár napot nem játszottam vele. Ó! Oh! Ez valami beszélő szörny lesz. Fehér sas erőd, hoppá! És felkiáltó jel is van. Használjuk egy kicsit a... kicsit a érzékünket. Ez valami lerombolt erőd lehet, gondolom. Drót. Jó.
Ez valami szörny lesz. Hallom a lépteim. Ha csak nem túl sokat túl dagadt is ember. Ó, az is jó. Na jó, nézzük meg. Ajajajaj, hegyi troll. A trollokkal lehet beszélni viszont, és felkiáltó jeles is. Na nézzük. You men! Here, Redania Camp Army! No cross, no boat steal! Redanian Army? Where are you hiding them? In here! Me! No sea mans? Radovid. Join me! King Ravodid Army! Order God, God boatses! Boats are in pretty bad shape. Me, God boats, Red say. But no wood for to make them fence. Oh, no, man. They're boats, I. So, me, fence, make a boat. Boats, God boats. Szegény, milyen ronda. Ki sorozott be? Az ennek mi értelme van, hogy viszlát? Nem akarok vele foglalkozni, tehát mi értelme? Why did you join the army? Someone recruit you? Crude? No crude. Come good soldier mans, say charger man, wants boats. Peasanters, they steals peasanters' boats. That's literal, dunno. Think I do. Redanian seized some peasants' boats. Thought the peasants might try to take them back. What happened next? Chargy man go, soldier man's drink, and sing, not sing. Listen, troll, buff, come peasanters, swing sharpie sticks. I help want army, runner to runner, holler peasanters, holler soldier man's, gentle. Move them apart, but all lie down, soldier mans do. But order, hand me watch boats. And watch I. Trollololo soldier man now, trollololo just sing too. You for sing you? Hát jó basszusa van neki. Heard you earlier. But listen, where are the bodies? Don't see any. Hungry go. Should yes, no waste. Peasant is good food. Soldier man friends. Not so good big stew. Always good. Értem, háborús szabályok. Katonákat enni, ez veszélyessé tesz. Remélem, hogy értem, háborús szabályok. De nem, én ezt akarom neki mondani, hogy katonákat nem ez veszélyesét ez. Tehát, hogy ne egyen katonákat, de remélem, hogy nem az lesz, hogy ezzel azt fogom neki mondani, tehát, hogy meg akarom ölni. Tehát én azt akarom neki mondani, hogy ne egyél katonákat, tesó, mert ez veszélyesét tesz, mit tudom én, egyél bárányokat. Drop them tesz ebbe. Na nézzük. A man-eating troll is near a city. Pretty dangerous. So, pretty thing for you. Man's ingrate. Shell tough too. Crack for to na, nagyon rá tudjuk dumálni, hogy ne legyen katonákat, meg parasztokat. De nem! Ó, oh, ne, de nem már! Jó, hát mindegy. Hát neki befolyásolhatjuk az emlékeit. Bőzni a elméjét. Védőpajzs, mágikus csapda. Tizenhárman szintű. Ó, szegénykém. Szegénykémet most meg fogjuk ölni. Nem ezt akartam. Na! Damn it.
Jó, ezt még kicsit gyógyítom magam, mert az azért az szörnyű lenne, ha... Hé, haló! Menekül? Ne menekülj, én most már sajnos meg kell, hogy jöjjelek. Francba van, amikor így begubozódik, akkor nem szabad ráütni. Na végre. Jól látjátok, hogy megszenvedtem egy kicsit a trollal? Jól látjátok, kőkemény két tapasztalati pontot szereztem, és én nem is ezt akartam végül is megcsinálni. Lehetne egyszer-kétszer egyértelmű az, hogy az a választás az mire vonatkozik. Ja, és megint akkor átváltozott a fő küldetése. Jó, ilyeneket ne vegyél már fel az útja. Ó! Hatékonyabb riffpáncél. Hoppá, nézi mi. Vagy általában akkor mindig ez az alsó, tehát hogy ott akkor már az biztos, hogy fenyegetés. Tehát egy kicsit jobban... markánsabbá tehetnék azt a választ, hogy nem, ne egyék katonákat, vagy tehát hogy... ez most tényleg olyan volt, hogy ne egyék katonákat. Az, hogy mondjuk katonákat töltém, ezért megöllek, például. Na, értitek? Mindegy. Mert én mindig a... helyes utat szeretném csinálni, és ez most ennek tűnt. Hogy igen, tehát, hogy ne egyen katonánkat az a szerencsétlen. Vegye már észre a dolgot. Jó, ezt már néztem. Na jó van, fiúk, lányok. Viszont egy kicsit fecskézünk, meg egy kicsit vizes palackozunk. Után addig megnézem azt, hogy milyen küldetések vannak még. Nem már. Hát ezt nem hiszem el. 20-as szintű vagyok. Oxenfurt kórhely. Kincsvadászatban. Ha más nem, akkor itt nekiállok valamit. A tervrajzok, nézzétek meg. Tehát itt van egy 23-as szintű. Legyen már valami kis kihívás benne. Hova kell mennünk? Azt nem írja, de majd valószínűleg, hogy a térképen majd fogja mutatni. Voilà. Több helyre is mehetünk. Van ott Novigrádban. És van itt lent egy itt délen. Ó! Akkor már meg is van, hogy ide fogok menni. Ott van egy felkiáltójel, és útközben meg szépen majd a kérdőjeleket is föl fogom deríteni. Oké, fiúk, lányok. Jaj, mert innen mentem. Ó, azt a mindenit. Szörnyű vagyok. Látszik, hogy nem tudok oda koncentrálni a játékra, bocs. Hát ez mind annak az oka, hogy jövő héten nem lesznek videók. Na. Oké. Okay. És önképpen ezt a részt is csak azért veszem föl, mert hogy akkor ezt még föltöltöm vasárnap. És akkor nehogy az legyen, hogy sokszor tudom előfordul már, hogy nem szóltam előre, hogy most nem lesznek videók. És ugye akkor érdeklődtetek páran, hogy akkor miért nincs videó. De akkor ugye szóltam a Fable sorozatnézőknek, illetve akkor szólok a... Ja igen, bocsánat. Szólok a... akik a Witcher-t szoktak nézni, hogy... kis türelmet. És most egyelőre... Ó, jaj, ezt tudom melyik. Itt nála kártyáztunk, nem? Ha minden igaz. Nem vagyok benne biztos, bocsánat. You're back. Na nézzük csak. Van némi ételem. Itt volt valami küldi? Thank ye. A fine offering.
Well worth a foretelling. Aha, jó, valamit hozni kellett nekem. All right, let's hear it. Geralt Emiszerben. I see a white wolf. He looks on as the great viper bites and devours a nagy viper, the silver lily. He wants to spring. He wants to fight. A lilium? But the serpent is quicker. The lily must perish. That's not the future. Ez nem, így van. Pont ezen gondolkodtam én is. My third eye grows foggier the older I become. But if you bought me some dragon's root. Rare plant. Rare indeed. But it did once grow in a cave southeast of here. Jó. Nem fog forrás gyökerek után szaladni. Nem, meglátjuk, mit tehetünk. Hát, ha valami hasznosat is majd mond ez a vén bölcs. Jól van. Nem azt fogjuk követni. Hanem még mindig ugye ezt. De olyan szinten, hogy akkor ezeket a kérdőjeleket szépen föl fogjuk deríteni. Hogy már ez is haladjon. Mert hirtelen azt hittem, hogy igen, tehát hogy itt most a csatára gondol a bácsi. Hogy csatára gondol most, tehát a háborúról beszél, de nem, tehát tényleg ez a nagy vipera, ugye a letóról beszél. Witcher 2. Master? Why do you ask? I thought you could see if anything's happened to our men. They've been gone a while. Beszéljünk a fizetségemről. Franz, érdekel, mire van szükséged? What do you need? Merchant caravan came through not long past. Hired some of our boys to guide him to the bridge. They were due back yesterday. Jó kis tetkói vannak, azt nem mindegy. Fine, keep my eyes open. My brother Tomil led him. Talk to him when you find them. Clever man, not like the rest of them, eh? Jó. Mi ez? A kereskedő út fantomja. Lesz majd, de most ugye nem kapkodunk össze-vissza, hanem haladunk a célunk felé. Már csak azért is, mert az a Witcher macska felszerelések. Ugye az nagyon... Jaj, bocsánat, tudjátok, mit kéne még csinálnom viszont? Meditálni. Amúgy pont most kérdezte valaki, hogy lehet ugye, tehát ugyanabban, ugyanúgy fönnakadt azon a dolgon, hogy ugye hogy készítek új varázsitalt, vagy bármi más, bombát. És ugye tényleg, tehát meditálni kell. De én nem tudom, én nagyon egyszerű, tehát szó se róla, de én jobban örültem volna, ha ezt is meghagyják, meg akkor, tehát a régit is meghagyják. Klasszikus ugye, hogy csinálok tárgyakat, vagy, és ugye ezt is belerakják, mert tényleg, tehát jó ez, mert nem kell itt bemenni a felszerelésbe, és akkor elkészítgetni, hanem tényleg meditálok egy fél órát, hopp, már meg is van. Tehát tényleg nagyon jó, de én jobban örülnék, ha a régit is benne hagyták volna. Na, nézzük csak, mi lesz itt. Maradjon az Igni. Farkas, farkasokkal nem táncolunk. Aha. Oppá, Rézimi! Szörnyfészek lesz. A Viver nem jó a Igni. Ó, nézzétek már! Nézzétek már a kis szemét! Nagy csapások. Nem igazán veszem azt észre, hogy a nagy csapások sokkal erősebbek lennének. Na majd megpróbáljuk megfigyelni, vagy figyeljétek már meg, mert alul azt hiszem kiírja valahol, hogy mennyi sérülést vittem be, meg ilyenek. Hol van? Aha, itt van. Jaj, bocsánat. Jó. Tehát igen, nem tűnik sokkal erősebbnek. Dragonid, fészek. Dragonid, hát sárkány.
Mert ugye a Wyvernek azok a sárkányokhoz tartoznak. Tehát erős csapás. 412-ket visz bele. Ahogy láttam most ugye egyiknél oda tudtam figyelni. Most 300. A francia tudja, nem tudom. Most nagyon nagy. Ne menj el, tesó. Gyere vissza. Aha. 300, hát, tehát azért mondom, hogy nem sokkal erősebb. Tehát ilyen 300 akármennyiket sebez, ott pedig 400-akat. Mondjuk jó legyen mondjuk 100-dal több. Hát, soknak számít szerinted? Ja, hogy még több születik? Oké, 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 akkor ne. Ne nézegessünk, hanem akkor dolgozzunk. Hogy kell el... Ja, hogy szerintem ide megyek. Jó, bocsánat, elfelejtettem. Ezt is már elfelejtettem. Ugorjunk el, mami. Oké, van még ott egy. Ha jól látom. Dragonid nest. Need to destroy it. Tönkretétel. És el ne felejtsem átni vizsgálni a szörny fészkeket is, mert ott is vannak jó cuccok. Na nézzük. Kifoszt. Mi történik? Úristen! Fú, de megijedtem, gyerekek. Royal Wyvern. Ó, Király Wyvern, milyen szerencsés flottás vagyok. Azt hagyjál, hogy szerencsés flottás vagy, Geralt. És várjatok? Én szerintem itt már a Ard. Háromszáz, 400. Hát ilyen százakkal több durván. És ugye, amit múltkor tűnt csak föl, eddig nem. Hogy oké, nem kell túlzásba esni, Geralt. Hogy ezeket a főbb ellenségeket, vagy keményebb ellenfeleket nem tudom kijelölni. Tehát ő mindig alapszinten ki van jelölve, látjátok? Ez eddig nem tűnt föl nekem, hát hiába. Oké. Oké, elég volt, ne esünk túlzásba. Mondjuk meg iszunk egy vizes palackot. Vizet. Ez mi volt? Jó párszor mellé csapott Geralt. Na jó, itt már érvényesült a karnak a égés okozása. It's huge. What's the name? Na, ez mi volt? Royal Wyvern. Don't usually come this big. It's feasted plenty, I reckon. Attacking those. Csak nem ő lesz az. Not over our wagon. Aha, and chased us to the cave. We ran like hell. Lost our legs on the way. What do they call ye, master? Geralt of Rivia. Geralt of Rivia. It'll be a tale to tell the youngins. Lesz is. Nagyon jó csata volt. Nagyon figyeltétek. Jól van. Na. És akkor szerintem ugye az a küldetés is megvan, mert akkor ez volt. Kereskedő út fantomja. Jól van. Hol van? Sárkány pikkelyek. Hú, ebből miket tudunk majd csinálni. Meg ugye a mutagénekből is. Szörnyvér, Wyvernből. Mutagén. Ó, és van egy tükkard is. És Wyvern trófea. Megvizes kereskedünk. Gondolom vissza kéne mennünk leadni a küldét, na majd mindjárt megnézem. Nincs messze. Tehát nem tudod semmennyiből visszamenni. Ezt ugye átnéztem, vagy itt támadott meg még a Wyvern? Nem néztem át. Akkor itt támadott meg a Wyvern. Jól van, fiúk, lányok?
Mit szólnátok ahhoz, hogyha benéznék azért ide a barlangba? Hát, ha parasztok avatatlan szemé nem vett észre valami érdekessége. Fiúk, lányok, mit szólnátok, hogyha ha mindig rossz gombot nyomok, mentek egyet, vagy mentenék egyet? Hát ez biz, amit most mi megnézzük. Witcher érzéket használva. Hát ott fönt mutat messziből, valószínűleg farkasok. Nézzük már meg ezt a helyszt. Mami! Ó, de megijedtem, mi volt ez? Az anyucikád inda volt? Úristen. Inda volt szerintem, mi? Ú, de megijedtem. De nagyon ijedős vagyok. Na jó van, menjünk még lejjebb. Ó! Basszus. Bocsánat. Ott van valami fényforrás ott lent egyrésztről. Másrésztről meg nem jó lenne itt leesni. Harmadrésztről meg ezért mententünk egyet. Nézzétek! Tehát, azt a mindenit. Tehát itt kőkeményen van valami. Ne már! Itt van a másik, van egy másik kiárata, de jó. Imádok ilyen helyeket fölfedezni, imádok. Geralt, a szívbajt hozom rád. Hozod rám. Nem én rád, hanem te rád. Ó, ha-ho-ha-ho. Fonal. Pikkely. Fényszíves magrát. Mennyi helyen van majd? Azt érdemes majd figyelni, mert... hát, ha majd... útba kéne ejtenem valamilyen... kereskedőt, és akkor eladni a cuccokat. Tehát imádom az ilyeneket, hogy így véletlenszerűen találjak dolgokat. Jó, ez lehet, hogy tudjátok, tehát lehet, hogy megint itt lenne egy olyan küldetés, ami ide elvezetne. De akkor is, tehát de jó, hogy bejöttem ide ebbe a barlangba. Imádok így kutogatni. Ez mi a figy fene van itt lent? Ez valami... Tehát ez nem egy barlang, ott a barlang volt, ahol bejöttünk, de itt már nem, hát itt lépcsők vannak. Meg ugye megfaragott kövek. Oké. Lehet, hogy lesz itt egy küldünk. Lesz itt majd valami szörny, vagy bármi. Hova jutottunk ki? Aha, itt van valami romok. Jó, Gerald, a fákat eloldhatjuk. Ugye van jó sok fákjánk. Ha jól emlékszem. Ez mi a figyfene? Voltam én itt? Nem emlékszem. Ez valami nagyon komoly helyszínek néz ki. Ó, azt a mindenit mit találtam, te atyagatya. De szerintem lesz itt valami küldi. Mert ez egy elég komoly helyszínnek néz ki, ahhoz képest, hogy csak így itt legyen. Habár nekem ugye az is tetszik, hogy valami csak így itt van. Tehát nincs célja, az a célja, hogy ide jövök és felfedezem és megtaláltam. Nem kell mindennek célt keresni. Legyen csak úgy itt, ez egy rómasz kész. Értitek. De ez tök jó. Nézzünk azért még jobban körbe. Hát, talán tündének nézném a fülecskét. Nem tudom megfigyelni. De úgy ugye a kecses alakjukról gondolván azt, hogy ők valami tünde. Tünderomok lennének. Na jó, van, menjünk tovább. Vagyis illetve nem tovább, hanem akkor vissza. És ugye ott volt még a barlangnál, még lejjebb is voltak járatok.
Ezt imádom, az ilyen nagy barlangokat, tehát tényleg régebben ugye nagyon sok olyan játék volt, ami még a neve alapján is, tehát a Dungeons and Dragons, Dungeon Masters, és ezek ugye elég nagyon régi játékok, tehát ugye gondolom, hogy ez még Commodore 64-en, NES-en például, a Nintendo-n, tehát csak még a, nem a Super Nintendo-n, a sima Nintendo-n voltak ilyen nagy labirintussal rendelkező játékok. És tulajdonképpen volt, hogy az egész játék ugye itt ebben játszódott, ilyen labirintusban. És ugye most is volt ilyen játék, ami most úgy kijött. Aha, és akkor erre kéne lejönnöm. De annak most nem jut eszembe a címe még mindig. Mi a figyfene ez? Hát még mindig lejjebb lehet menni. Nézzünk egy térképet. A térképet azt így kell nézni. Itt van a macska, a kincsvadászatunk. Ott van a másik. Jó sok felkiáltójel van azért majd ott. Jól van. Tehát nem leszünk... Na. Bocsánat. Nem leszünk... elhanyagolva mellékküldetésekkel. Nézem azt, hogy az a út melléki, vagy milyen... vizsgálat, hogy az itt volt. És az most eltűnt. Akkor azt szerintem megcsináltuk. Nehogy leessek. Lehet, hogy célszerű lenne megint menteni, fiúk lány. Tényleg annyira zavaró, hogy a PC-n, Xbox 360-as padnál teljesen más a options és a select gombnak a funkciója. Nagyon zavaró. Lehet, hogy amúgy ezt valahogy át lehet rakni. Nem jutott eszembe megnézni. PS4-en ugye, ott a kontrollen, ott a tapipad az a tárgylista menü, és ott a options gomb pedig a rendes, a fő menü. Azt a mindenit, milyen hatalmas barlang van itt. És ugye... Hát nem tudom, nem inkább itt kéne leugorni. Ó, ha. És vannak itt holttestek. Nem mi járunk itt először, mint meglepetés. Amúgy tényleg milyen rohadt izgalmas lehet. Várjatok? Nem tudunk itt tovább menni, létezik? Na nézzük meg, föl tudunk ugorni? Föl, jó van, jaj de szuper, megijedtem, hogy abban marad a felfedezés, de nem. Tehát, hogy milyen izgalmas lesz, a valóságban már úgy gondolom, hogy olyan helyen járni, ahol tényleg senki nem járt. Az nagyon durva élmény lehet. Azt a mindenit! Ilyenkor mindig megijedek. De ez a rohadt nagy barlang, srácok! Ezt nézzétek meg! Több kijárata van a barlangnak. Vagy bejárat, akárhogy nézzük ugye. Egy barlangnak ugye mindig egy bejárata van és több kijárata. De lehet, hogy a bejárat is a kijárat, ha azon megyek ki. Na jó, abba hagytam. De rohadt nagy! Rohadt nagy! De felfedeztük a Aptergi Jepke barlangot. Most persze az csak vicc, mert én ugye voltam annó. Jó régen voltam a Aptergi Jepke barlangban. És... hát nem emlékszem már rá, hogy volt benne ilyen nagy terem. Én nekem inkább a Aptergi Jepke barlangban inkább az ilyen szűk járatok voltak, ragadtak meg bennem a emlékeimben. És... virágok. És az ilyen nagyobb barlangok, de az ilyen nagy barlang az nem maradt meg az emlékeimben, hogy lett volna a cseppő barlangban. Franc se tudja, nem tudom, mert tényleg nagyon rég volt, és lehet, hogy elfeledkeztem róla.
Srácok, hát ezt így bejárni. Minden esetre sok nyilása van, ahol ki lehet jutni a szabadba. Jó, kivágtam magamat ebből, mint gondolom. Amúgy elképzelhető, hogy például, mert most ugye haladok a végül is a... Igen. Látjátok? Tehát haladok a macskaiskola felszerelés felé. Pont ezt akartam mondani, hogy ilyen macska cuccokat találunk. És nem macska bundát, vagy ilyeneket, hanem macska felszerelés cuccokat. Hát itt már ide értünk a végére. Nagyon jó helyre elrejtett ez a macska vicseres csóka cumóit. Mi a figyfene van itt? Itt van valami... Messze van, jó van. Fú, azt a mindegy, hol van ez a hely? Hát még nem is annyira kint a térkép szélén, még ott is van még egy felderítetlen helyszín. Van ott valami rom például? Nem látok, hogy lenne. Az a figyfene se tudja, hogy mi lehet. Na, keressük meg akkor itt a cumót. Várjatok? Föl lehet itt menni, mert... Hoppá! Kint már nem kell a fákja. Mert... lefele mutatja pedig. Most följöttem és ott lefele mutatja. Hát helyes. Nézzünk egy Witcher érzéket? Jó. Olyan rohadt hosszú, ilyen hosszú barlangban még nem is jártam itt a Witcherbe. Ez nagyon jó. Tulajdonképpen a Skyrimbe is ugye az a jó, például most a Skyrimet említettem, hogy mennyi, mert ott is mennyi ilyen rom vagy barlang meg ilyen helyszín van. Nem tudom, én imádom az ilyeneket, hát mindenféleképpen földobják a... De hol a figyfenébe van itt? Általában pontosan szokta jelezni. Mi van nálam? Árd. Hát ez most mik vagy? Pedig ugye nem följebb jelöli. Menjünk egy kicsit följebb és megnézem, hogy változik-e. Aha, itt meg már kikerül a mini térképről. Így meg azt nem mutatja, hogy az merre van. Hát vagy teljesen át kell kutatni a barlangot. Mert ott semmit nem láttam. Semmilyen kis motyót nem jelzett a Witcher érzékszerven. Szervünk. Ó! Oh. Alma. Tehát lehet, hogy mégsem lesz. Hoppá. Hát, a feje az eltűnt. Jó, lehet, hogy egy kicsit lejjebb mennék és megtalálnám azt is, mert elgurult. Jó, nem akarom megkeresni. Nagyon durva. Ez szerintetek ezt mind a Witcher tette? Tehát itt nagyon sok hullát találtunk. Vagy hát ugye most
de akkor eltekintve, hogy tehát nem hiszem, hogy a Witcher akkor olyan gyilkos lenne, de hogy akkor valami más végzett velük, akár egy vadállat is. Természetesen. Háború van, tehát azt sem szabad elfelejteni, hogy akár még a háború miatt haltak meg, szerencsétlenek. Azt a mindenit. Lehet, hogy szisztematikusan kéne neki állnom átkutatni ezt a barlangot, mert ez így nem lesz jó. Tehát itt a jobb szélen akkor végigmegyek. Ó, ott van, itt van valami. Ja, az megint gyógyul. Tehát itt jobb szélen végigmegyek, Witcher érzékkel. Lemegyek most teljesen oda megint. És visszajövök megint szintén a jobb oldalon. Tehát, hogy valami szisztematikusan akkor itt szépen átnézzük a barlangot, mert itt más nincs. Itt, ahol jelzi. Fönt, se lent, se sehol. Ó, állj! Az mi az a rajz? A francia tudja. Na nézzük csak! Nem. Igni. Nem. Mi lehet még? A védőpajzs az nem, a mágikus csapda nem. Hát, axi. El sem tudom képzelni, hogy miért pont az axi lenne, értitek? Nem. Mert itt van. Tehát itt, ahol van a... ez a rajz. Itt van a... a jelzés is. Rá, csapjunk rá. Geralt, vedd el a kardot. Lehet meg az ezüstkard fejlesztési tervrajzot. Csizma fejlesztési tervrajz. Hát gyerekek, passz, hogy ennek milyen, mi lehet a titka. Nem. Nézzük meg az ezüstkarddal. Vagy a acélfegyverrel, bocsánat. Nem. Mi lehet még? Nem. Ezt már amúgy is megpróbáltam 50-szer. Nézzük meg. Küldetés. Hát, ha valamit ír. Witcher megbízás. Nem, bocsánat. Kincsvadászat. Itt vagyunk. A csizma. Nem igazán írja, hogy mit kéne csinálni. Oké. Ezüstkard fejlesztési tervrajz. Az viszont... igen, akkor az meg teljesen máshol van. Itt a... vagy mi van most? Ezüstkard van ott, és mi most a csizmát keressük. De még mindig azt mondja, hogy nincs meg. Ott van a... most már egy jelton valamiért... tehát remélem ti is látjátok, hogy ez a macskának a jele, így van. A emblém, medálja. A feje. Jó, hát srácok, akkor menjünk vissza itt jobb oldalom. Nem, így. És megnézem ezt a jobb oldalt. Mert lehet, hogy a rajz az csak egy embléma, tehát én értem. És... jó, már kijöttünk. Nem tudom, hogy mit kéne a macskával csinálni. Lenne még ötletem mondjuk egy macska karddal rácsapni? Tehát értitek, hogy hogy lehetne rávenni, mert az lehet, hogy az... tehát, hogy ott ténylegesen ott van valami. És... föl tudunk itt valahol menni?
nem, akkor arrébb. Hogy, tehát, hogy olyan ravaszul van megcsinálva, hogy a macska iskolás valamivel kell megnyitni. Tehát, hogy rácsapok egy karddal. Na még majd azt, hogyha most nem találok semmit. Itt visszafele. Akkor gyorsan visszanyargalok. Ó! Vedd elő a... Fákent, Geralt. Geralt, fogd a szádba a fákját, nem tehát ne rakja el mindig. Szerintem pedig valami olyasmi lesz, srácok. Tehát egyszerűen nem találtam most semmi olyan ládát. És ott meg voltam. Itt pedig már a kijáratom. Visszamegyek oda. És várjatok, mert lehet, hogy macskakarddal csaptam rá. Azt azért még megnézem. Mert lehet, hogy átraktam. Nem tudom, hogy most milyen ezüst kard van nálam. Ezüst kard. Semmit nem ír, hogy ez most milyen iskola. Oké. Mert itt volt nekünk... Ez is macska kard, látjátok? Na jó van, fiúk, tehát átrakom. Aztán ennyi meg egy bambi, és megnézzük, hogy így... hogy úgy csinál-e valamit, tehát hogy tényleg akkor ez is karddal kell rácsapni. Arra a... Jaj, mami! Arra a ábrára. Mert... jó, oké, tehát nem nagyon alaposan néztem végig, a Witcher érzik el ezt a barlangot. De azért... hát... nem tudom, tehát azért még mindig van szerintem olyan rész, ami lehet, hogy ilyen nagyon eldugott része van a láda. És azért nem találtam meg. Vegyük akkor kézbe a... ezt megnézem, ha nem jön be, ó, már ennyi az idő. Aj. Itt van. Hát nem igazán történik semmi. Ezt itt most nem tehetem meg, de miért nem? Mármint ugye én most az erős csapást nyomogatom. Azt a mindenit. Állj! Állj! Na, az csak a beszűrődő fény volt. Tehát itt kéne... találnom valamit. Nem figyeltem föl, és valami ládából felszedtem már ezt a tervrajzot, mert valamit felszedtem, csak nem figyeltem meg. Tudjátok, mit fog csinálni, fiúk, lányok? Gyorsan. Itt nincs gyors utazási jelző. Ikonunk, itt van a legközelebbi. Azt berakom magamnak. Ó, azt a mindenit. Nézzük meg azt, hogy útközben van-e valami. Nem, messze van minden. Mindenféleképpen az a legközelebbi gyors utazási pont. Ezt még megnézem. Nekem most már ez nagyon böki a csőrömet. Jó, marad a kard amúgy, lényegtelen, nem fogom átváltani. És azt még megnézem, mert úgy emlékszem, hogy valami ládából itt én felszedtem valami tervrajzot. Tehát én most találtam valamit. De viszont ugye maga az ikon az miért nem szűnt meg? Nem fog most senkivel sem bunyózni. Hello farkaskomák, most megúsztátok, hogy az én kis gyomoromba mondom, megúsztátok!
hogy az én kis gyomoromba kerüljön a húsotok. Ugor, ugor, Geralt, nem akarunk harcolni. Menjünk minél gyorsabban. Lehet, hogy mondjuk harcolni kell? Nem, jó van, nem. Jó van megcsinálva ez a játék azért. Nem követtek idáig a farkasok. Tehát, hogyha felszedtem volna ott olyan dolgot, akkor az meg kellett volna, hogy szűnjön. Ide megyünk. De nem szűnt meg. Mindegy, nem tudom. Jobb ötletem nincsen. Lesz rá időtök, hogy válaszoljatok, hogy esetleg ott valami olyan trükk, amit én nem vettem észre. Mert ugye, most ezután a videó után akkor nem fog fölkerülni videó. Oké, zsoké, zsoké. Gyorsan megnézem még ezt a helyszínt. Bocsánat, bocsánat. Bocsánat. A fügy fenébe. Nincs vadászat. Ez is kard. Na nézzük, hogy lehet oda följutni. Zárva. Az úgy nem lesz jó. Ládába semmi. Akkor menjünk itt ki. Ez az. Nézzük meg, nézz... Nem. Legegyszerűbb talán. Lehet, hogy valami szobából lehet följutni. De az is elképzelhető, hogy itt külsőleg kell fölkapaszkodnunk. Valahol. Volt már ilyen küldetés, ahogy itt egész komolyan mászkálni kellett. Valami borbé, de jól nézzük. Tudjátok, mire gondolok? Mi van, hogyha pont itt? Zárva. Kulcs kell hozzá. Kicsodánk vagyunk? Nem itt volt valami a kölyöknek valami bűnbarlangja? Kifosztás, nem látok följáratot. Jó. Akkor... Volt itt még egy ilyen gyanúsabb ajtó. Zárva. Hát nem. Állj, nem lehet ott valahol átjutni? Necces, nem tudom, hogy mennyire lehet zárva. Hogy milyen nagyot lehet ugorni, bocsánat, hölgyeim. Zárva. Na jó, ez lehet, hogy abban fog maradni ez a küldetés, amúgy is már egy óránál járunk. Olyan lett, amilyen lett, mit nem mondja. Ó! Might wanna look around some. Jól van, Geralt, hát köszi. Ó, itt van létre. Nem mondjátok. Ó, el volt rejtve ott a izé mögött. A bokor mögött. Na, akkor talán megvan mégiscsak a feljárat. Hogy jutunk be ide? Beszélgetés városlakó. Beszélgetés városlakó. Beszélgetés lépcső. Akarom mondani, jár lépcső. Mert kíváncsi leszek, hogy ez lesz az. Hopp, itt mi az? Ennyi?
hoppa. És látjátok, hogy itt akkor megszűnt a jel, tehát ott akkor még valahol ott van. Pedig én ténylegesen úgy vettem, úgy emlékszem, hogy ott én fölveszettem valamilyen ábrát. Ó, nem tudom már azt a mindenit. És milyen ravasznak voltak, nézzétek? Nézzétek, tehát azt azért jó, mondjuk észre lehet venni, nem azt mondom, hogy nem, de hogy pont ott a bokor mögött van a létra. Jól van. Na. Menjek a kikötőbe, de nem a kikötőbe megyek, hanem ide jövök a gyors utazáshoz. És hol van a gyors utazás? Ott van. És visszamegyek a macskás küldetéshez. Jó, először át kell váltani, mert így most nem tudom, hogy pontosan hol van. Kincsvadászat. Állj! Nadrág, azért kard megvan. Csizma, van nadrág. Nem, akkor nem ott az a nadrág volt? Ott van mind a kettő, most megint ki van rakva. Nem. Úristen, mennyi van. Teljesen máshol mutatja őket most. Ez most akkor más küldetés. Akkor szerintem az lehet, hogy egy bug volt, nem srácok? Tehát én azt tudom elképzelni, mert valahol itt volt. Hol is? Itt. Itt volt. És most ott nincs. Semmi. Nézzük meg megint a küldetés, bocsánat. Akkor jól emlékeztem, hogy én valamit ott fölvettem ott a barlangban. Csak ugye nem ott. Ez biztos, hogy nem az 20 akárhányas volt. Macska iskolák. Hú, mennyi van. Ez mi ez? Ó, van itt egy ilyenünk is. Griffiskola, farkas. Jó, akkor megvan végül is, srácok. Akkor tudjátok még mit fogunk csinálni? Mert még... Na jó, most már nincs időnk, de mindegy, de most már akkor már megcsinálom. Hogy ne ezzel kelljen kezdenünk a napot. Hogy gyorsan... Gyorsan... Nem, bocsánat, vissza. Tehát így. Hogy gyorsan fölveszek még pár küldit itt. Ott, itt van... Igen. Itt ez a kettő van legközelebb egymáshoz. Fölveszem, megnézem azt a küldit, utána pedig följebb megyek és azt a küldit is megnézem. Na, és akkor legfeljebb majd, ha a legközelebb játszok a játékkal, lehet, hogy valamikor majd játszok vele. Még ez talán ezzel a héten, a franc se tudja. Csak azt már nem fogom tudni fölrakni, meg élesíteni. Jó, tehát világtérkép. Menjünk ide, nézzük meg, hogy ez mi. Ez a Vegebolt birtok. Ja, jól tudom. De jó, meg van csinálva. Ó, szép virágos. Na, jaj, ez lóverseny lesz. De azért megnézem. Oké. Okay. Ez szerintem ez lóverseny lesz. Így van. Azt pedig most én nem akarok csinálni. Lóverseny. Nem tudom, az... lehet, hogy majd egyszer majd neki áll. Oké, oké. Akkor viszont... Viszont ha már itt vagyok, akkor ezt megnézem. És merre kell menni arra? Hívjuk! Hívjuk Udi Keszeget. Már rég lovagoltam amúgy is. Szegény Keszeg teljesen kecska formából. Meg hát Keszeg nem néz ki rosszul, úgy gondolom. Tehát, hogy nagyon, nagyon durán föl van öltöztetve. Na gyere, paripám. Vágta.
Uh-oh. Not so fast, Roach. Túl sok a gazdátlan paci. De hogy közben ők meg versenyezni, gondolom. Gyerünk. Ó. Leszállás lóról. Hó. Na akkor nézzük meg, hogy... Kolbásznak, mezőgazdasági, méhész, kertészt. Aha, csak ennyi, hogy felderítetlen helyszín is úgy jelz. Jó. Fiúk, lányok, mi lenne, hogyha Geraldot valami normális helyen hagynánk? Na, van mit tennetek azért, halljátok. Na, tehát beköltözünk itt ebbe a házacskába, és itt fogjuk hagyni Geraldot. És akkor el is köszönök tőletek, ugye... Akkor ezután, a videó után, amikor ez felkerül, akkor egy kis szünet lesz. Tehát egy... Max két hét. Ha ez változni fog, akkor valamilyen úton módon tudomásotokra hozom. Ne adj Isten, hogy még 3 hét, vagy 4 hét. Ki tudja. Tényleg nem merek ugye semmit megígérni, mert ez most egy olyan, hogy ez akár kitolódhat is. Na, de akkor az a lényeg, hogy nem kell megijedni, nem tűntem el. Ha mondjuk fél végig nem lesz videó, akkor aggódhattok, mert elütött egy kocsit mondjuk például, vagy rám esett egy meteorit, vagy mit tudom én, tök mindegy. De amúgy, tehát hogy ne aggódjatok, lesz videó, csak most egy kis szünet van. És igen, Geraldnak nem nagyon jól nő a szakálla, tehát hogy egy darabig nő neki, és utána már nem nő tovább. Jó, persze hülyeség, hogy egy ilyen... Mert most már ugye nagyon régóta nem borotválkozott Gerald, és mondjuk nagyon hülyén is néz ki, hogy ilyen mondjuk ilyen télapos szakálla lenne Geraldnak, tehát azért nem. Álljon meg a menet. Azt én nem akarom. Na, fiúk, lányok, viszont... Akkor nem. Igen. Hanem akkor mentünk egyet. Így. Még mindig majd ugye a mellékküldetéseket csinálgatom. Tehát ugye erre számítsunk. Utána ha ráunok, akkor szerintem annak ellenére, hogy biztos, hogy lesz még itt mellékküldetés. Biztos, hogy lesz itt... kérdőjel, hogy nekiállunk szépen Skellige szigetének is. Már csak azért is, mert én tényleg azt olvastam, hogy ott valamilyen úton, módon kinyílik nekünk jobban a világ, és hogy olyan helyre is tudunk teleportálni, ahol vagy most nincs mondjuk gyors utazási jelző, vagy bármi. Vagy de az is lehet, hogy például, mint most ugye arra gondolok, hogy visszamegyünk majd ugye hova is? Ide éjszakra ugye Kármoremben a végre. Tényleg nézzük meg, hogy mi a helyzet. Nem változott valami csoda folytán, nem? Mert láthatjuk tehát, hogy ugye most sehogy nem tudunk ide jutni. Tehát, hogy vagy igaz pletyka, amit én láttam, mondom, hogy valamelyik a küldetésünk folyamán itt majd szépen kapunk egy olyan lehetőséget, hogy el tudunk menni ilyen helyekre is, vagy pedig valamilyen küldetés folyamán megjelenik ott nekünk majd valami. Két kilépés a főmenübe. Jó. Na, fiúk, lányok, és akkor itt elköszönök. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!